10 év megfeszített és szívós munkával már éppen egyenesbe jöttünk, amikor a korona járvány megérkezett Európába és veszélybe sodorta mindazt, amiért eddig megdolgoztunk. A kormányfő szerint a járványban most az emberélet a legfontosabb, de már előre kell tekinteni, hogy a veszélyhelyzet utáni időszakban milyen megoldásaik lesznek majd a gazdasági válság kezelésére. A cél az, hogy amennyi munkahelyet a vírus tönkretesz, mi annyi munkahelyet hozzunk létre. Azt is megtudtuk, hogy az akcióterv három szakasza a GDP 18-20%-át csoportosítja át, ezért módosítják az idei költségvetést, 2,7%-ra emelik a költségvetési hiányt. A hétfőn induló második szakasz 5 pillérből áll. Az első a munkahely megőrzés. Rövidített munkavégzés esetén készen állnak arra, hogy átvállalják a munkaadóktól a bérköltség egy részét. A második a munkahely teremtés. 450 milliárd forint értékben beruházásokat fognak majd támogatni. A harmadik pillér a kiemelt ágazatok támogatása, ilyen a turizmus, az építőipar, a film és kreatív ipar, mezőgazdaság, egészségipar. Negyedik a kamat és garancia támogatott hitelek, ezeket biztosítják a magyar vállalkozásoknak. Végül pedig család és nyugdíjas védelem címén többek között visszaépítik a 13. havi nyugdíjat. Egy komoly kihívással kell szembenéznünk. A helyzet igazságtalan, de ez sem ad felmentést. Nem törődhetünk bele, nem fogadhatjuk el, meg kell vele küzdenünk.